Gyógyó és Babóca, két jó barát kalandja. A papírsárkány. Bogyó, a csiga fiú még aludt, amikor Babóca, a katica kislány bekopogott az ablakán. Jó reggelt, Bogyó! Gyere, csináljunk papírsárkányt! Babóca megrajzolta, Bogyó pedig kivágta a papírsárkányt. Azután színes papírszalagokkal feldíszítették. Végül hosszú kötelet kötöttek a papírsárkányra. Próbáljuk ki, mondta Babóca. Kézen fogva elindultak, hogy megröptessék a sárkányt. De hiába dobták fel újra és újra, a papírsárkány mindig visszazuhant. Felmászom a fára, és megpróbálom onnan, hát ha felrepül, mondta Babóca, de a papírsárkány most is lezuhant a földre. Hirtelen feltámadt a szél. Nagy erővel magával sodorta a sárkányt, és vele együtt Babócát is. Bogyó! Segíts! Bogyó felmászott a fára, és elkapta Babóca lábát, de nem tudta visszahúzni a papírsárkányt, így már ketten repültek tovább. Arra repült Baltazár, a méhecske. Elkapta Bogyó lábát, de neki sem sikerült visszahúzni a papírsárkányt, így már hárman repültek tovább. Egy fenyőfa tetején üldögélt Döme, a krumpli bogár. Elkapta Baltazár lábát, így már négyen repültek tovább. Ugri, segíts! Kiabált le Baltazár az arra sétáló Szöcske kislánynak. Ugri elkapta Döme lábát, így már öten repültek tovább. A szél egyre erősebben fújt. Arra szállt Pihe, a lepke kislány. Elkapta Ugri lábát, így már hatan repültek tovább. Vendel, a szarvasbogár, és Szellő, a szitakötő, ilyetten néztek utánuk. Fújja a sárkányt a szél! A papírsárkány belegabolyodott egy fenyőfa csúcsába, ők pedig mindnyájan a fák tetejére estek. Aztán elállt a szélvihar, és kisütött a nap. Bogyó aggódva nézett a katicára. Babóca, én nem tudok repülni, hogy jutok le innen? Ne aggódj, Bogyó! Majd csak kitalálunk valamit. Már ki is találtuk, kiáltott Vendel. Gyere, Bogyó, ugorj bele a ponyvába. Ne félj, nem ütöd meg magad. Amint Bogyó belehuppant a ponyvába, rögtön vissza is pattant, és újra a magasba repült. Nézzétek, ez nagyon jó. Próbáljuk ki mi is, kiáltották a többiek. Késő estig ugrándoztak fel le a ponyván. Éjjel, amikor az erdő lakói már mind aludtak, a szél újra feltámadt, és elvitte magával a papírsárkányt. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. Sünsoma születésnapja. Egy nyári reggelen Bogyó a csiga fiú, Babóca a katica lány és az erdő többi lakója együtt játszottak a réten. Felváltva lökték egymást a bükkfa levél hintán. De jó lehet hintázni,
Kár, hogy engem nem bír el. Sóhajtott szomorúan Sűnsoma. A többiek tanácstalanul néztek egymásra. Sűnsoma 10 éves lesz jövő héten, mondta a Katica lány. Bizony, 10 éves lesz, helyeselt a csiga fiú. Vajon minek örülne legjobban? Én tudom, minek örülne, mondta Baltazár, és felugrott örömében. Egy hintának. Ez nagyon jó ötlet. Ácsoljunk egy nagy hintát Somának, lelkendezett Babóca. A kis barátok nyomban munkához is láttak. Fűrészt, kalapácsot, szegeket, csavarokat hoztak, erős faágakat kerestek. A hajó alakú fatörzset erős zsinórokkal kötötték fel a vastag faáglábakra. Amikor a hinta elkészült, mind elmentek Baltazár házába, és nekiláttak tortát sütni. Tojást törtek, tésztát kevertek, járt a habverő, pudingot főztek, csattogott a fakanál. Finom illat töltötte be a méhecske házát. Feldíszítették az 5 emeletet meggyel, mazsolával, dióval. Tegyük rá a gyertyákat is, mondta Pihe. Igen, 10 gyertyát, helyeselt Babóca. Most pedig írjunk egy levelet Somának, mondta Bogyó, és már írta is. Kedves Soma, gyere Baltazár háza elé délre, nagyon várunk. Vidd el a süninek, kérte Bogyó. De nehogy eláruld a tortát és a hintát se, szólt utána Babóca. Baltazár és Vendel egy kerek asztalkára tették a tortát, és kivitték a házikó elé. A réten éppen a hangya gyerekek fogócskáztak. A legkisebb hangya egyenesen nekiszaladt az asztalkának. Felborítottad az asztalt, tönkre ment a torta, jajgatott Baltazár. Jaj, a torta, mi lesz most? Siránkozott Babóca is. Mindjárt itt lesz Sűnsoma, és nem lesz születésnapi tortája, kesergett Bogyó. A hangya gyerekek elszégyelték magukat. Egyszer csak megszólalt az egyik. Szedjünk sok gyümölcsöt, és építsünk belőle egy nagy kupacot. Az majdnem olyan, mint egy torta, nem? Ez jó ötlet, szólt Vendel. Soma úgyis jobban szereti a gyümölcsöt, mint a tortát. Bogyó, Babóca, Baltazár, Vendel és a hangya gyerekek nekiláttak gyümölcsöt szedni. Segített Döme, a krumplibogár, Szellő, a szitakötőlány és Lili, a rózsabogár is. Hamarosan szép nagy kupac gyűlt össze. Vendel beleszúrta a gyümölcskupac tetejébe a 10 gyertyát, és ebben a pillanatban megérkezett Gömbi Sűnsomával. Boldog születésnapot, Sűnsoma! Kiáltották egyszerre. Mennyi gyümölcs, a kedvenceim, köszönöm szépen, kiáltotta Süni. Mutatunk neked valamit, mondta Babóca, és odavezették Somát a hintához. A Süninek tátva maradt a szája a csodálkozástól. Na hát, egy szép nagy hinta, beleülhetek, kérdezte boldogan. Igen, neked építettük, mondta Bogyó. Hurrá! Már én is hintázhatok. Nagyon köszönöm. Hálálkodott Soma. Amikor besötétedett, abba hagyták a hintázást, körbeállták a gyümölcshalmot, és nekiláttak falatozni. Addig falatoztak, míg a kupacból alig maradt valami. A megmaradt almákat és körtéket felszúrták Soma tüskéire, ő pedig hazavitte mohatetős házikójába. Boldogan hajtotta álomra a fejét, és arra gondolt, hogy holnap újra hintázni fog a barátaival. Bogyó és Babóca, kit jó barát kalandja. Bábszínház. Egy nyári reggelen Bogyó, a csiga fiú, izgatottan zörgetett Babóca ajtaján. Ma lesz a Bábszínház, siessünk, szóljunk Pihének és Dömének is. Bogyó és Babóca először a lepkelánynál kopogtatott. Pihe, ébresztő, gyere gyorsan, ma fognak bábozni a muslicák, a hófehérkét fogják eljátszani. A krumplibogár háza előtt ismét megálltak. Döme, ahó, gyere, megyünk a rétre, a báb előadásra. De Döme nem nyitott ajtót.
Döme! Elkésünk, siess! Nyugtalankodott Bogyó, de nem jött válasz. Pihe félénken lenyomta a kilincset és bekukkantott. A krumpli bogár még az ágyában feküdt. Döme! Siess, öltöz gyorsan, indulnunk kell! Én nem megyek, csupa pötty a hasam, valami össze-vissza csípet éjszaka, nagyon viszket. Pityerget Döme. Mutasd, hadd lássam azokat a csípéseket, szólt Babóca. Ez nem csípés, ez bárányhimlő, állapította meg a Katica lány. Nem kell megijedni, én is voltam már bárányhimlős, 1000 pöttyöm volt. Elmegyek Bagoly doktorért, jelentette ki Babóca. Ő majd elmondja, mit kell tenned. Hamarosan megérkezett Bagoly doktor. Alaposan megvizsgálta Dömét. Ez bizony bárányhimlő. A bárányhimlő fertőző. Nem mehetsz bábszínházba, Döme. Fertőző. Bogyó, Babóca és Pihe is bárányhimlősek lesznek. Nem, a bárányhimlőt mindenki csak egyszer kapja el. Ők már átestek rajta tavaly. Az a legfontosabb, hogy nem szabad a pöttyöket vakarni. Biztosan lesz majd bábszínház máskor is, vigasztalta Bogyó. Ne buslakodj, hamar meggyógyulsz majd, mosolygott Babóca. A kis barátok elköszöntek Dömétől, és elindultak a bábszínházba. A réten már állt a paraván, a bábtársulat 5 muslicából állt. Hamarosan szétnyílt a függöny, és elkezdődött az előadás. Csendben figyelmesen végignézték az előadást, végül pedig nagy tapssal köszöntötték a bábosokat. Végül a muslicák azt is megengedték, hogy az erdő lakói kézbe vegyék, megnézzék a bábokat. Kár, hogy Döme nem jöhetett velünk, mondta szomorúan Babóca hazafelé menet. Biztos nagyon tetszett volna neki. És mi lenne, ha előadnánk neki mi magunk? Szólt hirtelen Babóca. Ez nagyon jó ötlet, Babóca, mondta Pihe. A három barát munkához látott a pöttyös házikóban. Pihe a törpéket rajzolta le, Babóca hófehérkét és a királyfit, Bogyó pedig a mostohát. A rajzokat kivágták és felragasztották hurkapálcára. Amikor készen lettek, odalopóztak Döme ablaka alá és bekopogtak. A krumpli bogár kíváncsian nyitotta ki az ablakát. Kezdődik az előadás, kiáltotta vidáman Bogyó, és már bele is kezdtek a mesébe. Köszönöm, mondta. Nagyon jó barátok vagytok. 10 nap múlva újra eljött Bagoly doktor, de addigra Dömének már mind eltűntek a pöttyei. Bogyó és Babóca, kit jó barát kalandja. A barátság. Egy meleg nyári napon Babóca, a Katica kislány, jókedvűen nézett ki háza ablakán. Megreggelizem, gondolta, és elmegyek egy nagyot sétálni az illatos rétekre. A sétára talicskáját is magával vitte. Hát, ha találok valami érdekeset, amit majd haza tudok hozni benne, morfondírozott. No hát, kiáltotta hirtelen Babóca. Egy csodaszép cseresznye, ez aztán a kincs. Finom ebédem lesz belőle. Megpróbálta feltenni a cseresznyét a talicskára, de a cseresznye túl nehéz volt. Babóca hiába erőlködött, nem sikerült megemelnie. Épp arra járt Bogyó, a csiga fiúcska. Miért buslakodsz, kis Katica bogár? Kérdezte Babócát.
Azért, mert nem sikerül a cseresznyét feltennem a talicskára, felelte Babóca. Ne szomorkodj, majd én segítek, mondta Bogyó segítőkészen. Együtt valóban könnyedén feltették a súlyos cseresznyét a talicskára. Babóca nyomban elindult haza az ízletes csemegével. Bogyó szomorúan nézett utána. Nem gondolod, hogy nekem is jár abból a cseresznyéből? Dobbantott dühösen lábacskájával a csiga. Hiszen segítettem neked. De hisz a cseresznyét én találtam, kiabálta Babóca. Nem adom, az enyém. A csiga megszeppent. Ráncigálni kezdték a cseresznyét. Nem adom, az enyém! Mérgelődött Babóca. Nekem is jár belőle! Bosszankodott Bogyó. Addig rángatták ide-oda a cseresznyét, míg ketté szakadt. Bogyó és Babóca a földre huppantak meglepetésükben. A cseresznyéből ugyanis egy dühös kukac zuhant ki. Mit tettetek a cseresznyémmel? Zúgolódott. Hiszen ez a cseresznye az én lakásom. Na, nem kell úgy megijedni. Szívesen megmutatom nektek, hol találtam ezt a cseresznyét. Ott bőségesen találtok magatoknak harapnivalót, én pedig választhatok új lakhelyet magamnak. Babóca besegítette a kukacot a talicskába, és elindultak együtt megkeresni a cseresznyefát. Csak hamar meg is találták. A föld tel is tele volt édes, illatos cseresznyékkel, amik már lehullottak a fáról. Bogyó és Babóca nagyot ugrottak örömükben. A kukac hamar álomba szenderült, Bogyó és Babóca pedig hosszasan csemegésztek a finomságból. Későre járt már, amikor hazaindultak. Két cseresznyét vittek magukkal a talicskában, egyiket Babócának, másikat Bogyónak. Napnyugtakor érkeztek Bogyó házához. Leemelték a talicskáról az egyik cseresznyét, majd búcsút vettek egymástól. Bogyó hosszan integetett Babócának csöpp háza ablakából. Bogyó hamar elaludt az izgalmas nap után. Álmában újra cseresznyék között ugrándozott Babócával, és kedvükre falatoztak, amíg tele nem lett a bendőjük. Hamarosan Babóca is hazaérkezett. Ettől a naptól kezdve Bogyó és Babóca elválaszthatatlan jó barátok lettek. Bogyó és Babóca, kit jó barát kalandja. Jelmezbál. Egy szép napos délután a kis barátok Babóca házában üldögéltek. Ideje, hogy készülődjünk a jelmezbálra, mondta Pihe a lepkelány. Te mi leszel? Kérdezte Bogyó. Az titok, válaszolta Pihe. Mindenkinek titokban kell elkészíteni a jelmezét, hogy meglepetés legyen. Bizony, szaladjunk mind haza, lássunk munkához, már csak 3 nap van a jelmezbálig, mondta Baltazár. Bogyó hamar eldöntötte, hogy gomba lesz. Fehér lepedőből köpönyeget vart, a gomba kalapot pedig egy piros tálkából készítette. Sok fehér pöttyöt festett rá. Babóca virágjelmezt készített. A virágszirmok lila papírból készültek. Zöld papírból leveleket vágott ki, és felvarta egy zöld takaróra. Ez lett a palást. Baltazár a méhecske és Dorottya a dongó kislány együtt készülődtek. Baltazár ördögnek, Dorottya angyalnak öltözött. Gömbi a kis virágbogár kényelmesen elhelyezkedett hintaágyában, és hozzálátott, hogy barna fonalból oroszlán sörényt készítsen. Az utolsó estén minden házikóban sokáig égett a villany.
Mindenki a jelmezén munkálkodott, készülődött a másnapi mulatságra. Elérkezett a nagy nap. Az erdő lakói eldöntötték, hogy idén a szarvasbogárházában lesz a jelmezbál. Így aztán nekiláttak, hogy színes papírokkal, lufikkal, szalagokkal feldíszítsék Wendell házikóját. Eközben Lili a rózsabogárházában finomabbnál finomabb sütemények készültek a délutáni mulatságra. Babóca, Ugri és Döme a krumplibogár is segítettek Lilinek. Végre eljött a délután, és mindenki felvehette a jelmezét. A házigazda, Wendell dobókockának öltözött. Izgatottan várta a vendégeket. Először Bogyó és Babóca érkezett meg, gomba és virág jelmezben. Hamarosan megjött Baltazár ördögnek, Dorottya angyalnak öltözve, és megérkezett Pihe is rákjelmezben. Megjött Ugri kaktuszjelmezben, Gömbi oroszlánnak öltözve, Döme szakácsruhába bújva, és megjött Lili szőlőjelmezben. Sok lila lufi csüngött a ruháján. A Szent János bogár ceruzának öltözött, a bolha polipnak, Csiga Csaba katonának, a kis hangya pedig palacsintának. És ekkor sírva betoppant Szellő, a szitakötő kislány. Eltűnt a gyönyörű királylány ruhám. Szépen kimostam, kiakasztottam a faágra, de elvitte a szél. Szellő keservesen zokogott. A többiek vigasztalni próbálták. Neked adom a katonasisakom, nekem elég lesz a kard, javasolta Csiga Csaba. Nem, az fiús, nekem csodaszép királylány jelmezem volt, de elvitte a szél. Tudom már, készítünk neked új jelmezt, szólt Ugri. Napocska jelmezt. Ez már nagyon tetszett Szellőnek. A sárga függöny éppen jó lesz Palástnak, kiáltott Babóca. A napsugarakat pedig elkészítjük ezekből a sárga papírcsíkokból, mondta Wendell, és leakasztotta a szalagon csüngő papírdíszeket. Ragasztottak, vágtak, vartak, alkottak mind, és hamarosan elkészült a gyönyörű napocska jelmez. Én pedig neked adom ma estére a kislámpásomat. Egy ceruzának úgy sincs szüksége lámpásra, mondta nevetve a Szent János bogár. Köszönöm, mondta Szellő, és olyan boldog volt, hogy egészen elpirult örömében. Az erdő kislakói énekeltek, táncoltak, és mind egyetértettek abban, hogy Szellőnek volt a legkülönlegesebb jelmeze. Mert az a napocska, ami este is világít, igazán különleges. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. A bicikli. Egy nyári napon a postagalamb csomagot hozott Bogyónak és Babócának. Jókora csomag volt, szép piros papírban, kék szalaggal átkötve. Levél is tartozott hozzá. Babóca elolvasta a papírtekercset. A százlábú írta. Hurrá! Hamarosan meglátogat minket. Ezt az ajándékot pedig nekünk küldi. Nekünk? Kérdezte Bogyó. Hogy nekünk? Neked vagy nekem? A levélben az áll, hogy nekünk. Biztosan közös ajándék. Még hogy közös, mérgelődött Bogyó. Biztosan nekem szánta, mert én találtam rá karácsonykor a hóban. De én fogadtam be a házikomba. Én gyógyítottam meg. Én főztem neki teát. Vágta rá Babóca. De én olvastam neki mesét a kukacos mesekönyvből, folytatta Bogyó. A piros csomagoló papír nem bírta sokáig. Hamarosan elszakadt az egyik vége is, meg a másik is. A papír alól pedig kerekek bukkantak elő. Egy bicikli, kiáltott Bogyó. Éppen jó lesz nekem. Nekem lesz éppen jó, közölte Babóca. Jól van, vidd magaddal a biciklit, ha annyira akarod. Okos enged, szamár szenved. Én vagyok az okos, te vagy a szamár. Bogyó nem hagyta magát. Nem ér. Én vagyok az okos, te vagy a szamár. Vidd el te a biciklit. Végül egyikük sem vitte el. Duzzogva elvonultak, és a félig kicsomagolt biciklit otthagyták a réten.
Hamarosan arra jött Baltazár a méhecske, és Pihe a lepke kislány. Nézd csak, mi ez? Egy bicikli, kérdezte Baltazár. Igen, az, válaszolta Pihe. Levél is van hozzá, Bogyónak és Babócának a 100 lábútól. Toljuk el nekik, javasolta Baltazár. Megfogták, és ekkor az összes csomagolópapír lehullott az ajándékról. Nagyot nevettek. Nézd, ez egy tandem bicikli. Ketten ülhetnek rajta. Próbáljuk ki, mondta Baltazár. Ha-ho, Bogyó, ha-ho, Babóca, meghoztuk a bicikliteket, ott hagytátok a réten, kiáltozott Pihe. Bogyó és Babóca előugrottak, a homlokukra csaptak, hiszen ez egy tandem bicikli, ketten is ráférünk. Mi pedig mekkorát civakodtunk rajta. Nyomban kibékültek, és összeölelkeztek örömükben. Micsoda szép ajándék! Mi pedig a nagy veszekedésben nem is készítettünk semmit a 100 lábúnak, pedig mindjárt itt lesz, mondta riadtan Bogyó. Készítsünk a 100 lábúnak egy szép, színes szélforgót virágszirmokból, javasolta Pihe. Igen! Nagyon jó ötlet! Helyeselt Bogyó és Babóca. A 4 jóbarát piros, lila, fehér, sárga és rózsaszín virágszirmokból szélforgót fabrikált. Ebben a pillanatban megérkezett egérfogatán a 100 lábú. A kisegér megállt a réten, és a 100 lábú kiszállt a dióhéjhintóból. Boldogan összeülelkezett Bogyóval és Babócával. Látom, megkaptátok az ajándékomat. Remélem tetszik. Gyönyörű ajándék, nagyon örülünk neki, mondta Bogyó és Babóca. Mi pedig együtt készítettük neked ezt a szélforgót. A 100 lábú 10 napig maradt vendégségben Bogyónál és Babócánál. Nagyokat kirándultak együtt az új biciklin, beszélgettek, énekeltek, játszottak, remekül érezték magukat. A vidám napok hamar elszaladtak. Ideje, hogy elinduljak hazafelé. Nagyon jól éreztem magam nálatok, mondta a 100 lábú. Gyere el jövő nyáron is, mondta egyszerre Bogyó és Babóca. Bogyó és Babóca, kit jó barát kalandja. Tengeri kaland. Bogyó a csigafiú és Babóca a katicalány egy nyári napon rábukkantak egy szép színes mesekönyvre. A könyvben szebbnél szebb képek voltak a tengerről, színes halakról, rákokról, kagylókról és egy érdekes állatról, amilyet Bogyó még sohasem látott. Polipnak hívják, de még én sem láttam soha. Mi lenne, ha elmennénk a tengerhez? Kérdezte lelkesen a kis csiga. Ugyan, Bogyó, azt sem tudjuk, merre induljunk. Kérdezzük meg a baglyot, ő mindent tud. Kedves bagoly! Mondd csak, hogyan juthatunk el a tengerhez? Készítsetek kis hajót, és tegyétek vízre. A patak sodrása elvisz titeket a folyóhoz, a folyó pedig a tengerhez. Bogyó és Babóca megköszönték a tanácsot, és nyomban munkához láttak. A 3 kis bagolyfióka lelkesen segített a hajóépítésben. A 2 barát bemászott a hajóba. A hullámok azonnal magukkal sodorták a vitorlást, és a hajó már száguldott is a tenger felé. Hurrá! Kiáltott Bogyó. Irány a tenger! A szél sebesen vitte a hajót a patak, azután a folyóvizén. Hamarosan feltűnt a láthatáron a tenger óriási kéksége. Megérkeztünk! Kiáltotta Bogyó. A partra vonszolta a hajót, és kikötötte egy pálmafához. Gyerünk, Babóca! Ússzunk le a tenger mélyére! Szólt Bogyó. Ekkor ámultak csak el igazán. Egyszer csak egy rákot vettek észre. Vele együtt úsztak a víz felszíne felé. Mondd csak, nem tudod, hol találkozhatnánk egy igazi polippal? Kérdezte Babóca. Gyertek! Kapaszkodjatok az ollóimba,
Megmutatom nektek azt a kis szigetet, ahol a polip üldögélni szokott. A rák kitette a két barátot a parton, és nyomban el is tűnt a hullámok között. Bogyó és Babóca riadtan ugrottak be egy szikla mögé. A polip sokkal nagyobb volt, mint gondolták, és nagyon megijedtek tőle. Ekkor a polipnak támadt egy jó ötlete. Kavicsokat szedett, és 8 karjával ügyesen dobálni kezdte őket. Ez nagyon tetszett Bogyónak és Babócának. A kis Katica és a csigafiú lassanként kimerészkedtek a szikla mögül. Gyertek, mondta a polip. Megmutatom nektek a Csöpp-sziget legszebb kavicsait. Bogyó, Babóca és a polip hamar összebarátkoztak. Az idő gyorsan szaladt a kis szigeten. Ideje indulnunk, mondta Babóca. Viszlát, kedves polip, örülünk, hogy találkoztunk. Jó utat, mondta a polip, és átnyújtott új cimboráinak egy-egy csillogó kavicsot. Bogyó és Babóca bemásztak a vitorlásba, és megpróbáltak felfelé evezni a folyón, de bizony nem sikerült. Ó, Bogyó, nem tudunk haladni az árral szemben. Ki kell szállnunk a hajónkból, mondta rémülten Babóca. Látod, Bogyó, mondtam, hogy ne vágjunk bele ekkora utazásba, okoskodott a Katica. Igazad van, Babóca. A kő azonban hirtelen megmozdult. Mit búslakodsz, kis csigafiú? Szólalt meg a kő. Bogyó nagyot nevetett, mert a kő nem volt más, mint egy teknős béka. Cimboráim, a szivárványhalak most indulnak hosszú útjukra. Felúsznak a patakon egészen a forrásig. Biztosan szívesen magukkal visznek titeket. Bogyó és Babóca búcsút vettek a teknőstől, és felültek a vezérhal hátára. A halacskák hamarosan egyenes sorba rendeződve elindultak a patak irányába. Mire leszállt az este, a halak valóban elérték a tisztást, ahol a Katica pöttyös házikója állt. Bogyó és Babóca megköszönték a segítséget, és búcsút intettek a tovább úszó halaknak. Látod, Babóca? Minden jó, ha vége jó, állapította meg bölcsen Bogyó. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. A szivárvány. Egy borús nyári napon bánatosan üldögélt a lapulevél alatt Babóca, a Katica kislány, és Bogyó, a csigafiú. Hirtelen kisütött a napocska, és újra kék lett az ég. A nyári zápor azonban nem állt el. Csak hamar csodaszép szivárvány jelent meg az égen. Jaj, de gyönyörű, kiáltoztak. Bogyó elhatározta, hogy felmászik a szivárványra, és lecsúszik róla. Első próbálkozása azonban nem járt sikerrel. Biztosan a másik oldalról kell próbálkoznom, mondta Bogyó. Bogyó, hidd el, a szivárványra nem lehet felmászni, győzködte Babóca az izgatott csigafiút. Ám Bogyó új tervet eszelt ki. Létrán fogok felmászni. Jaj, Bogyó, nem lesz ennek jó vége, aggodalmaskodott Babóca. Babócának igaza lett. Bogyó egyre bosszúsabb lett. Babóca kérlelni kezdte. Gyere, játszunk inkább valami mást. Bogyó azonban nem adta fel. Figyelj, Babóca, innen biztosan sikerül ráugranom a tetejére. De ez a terve sem sikerült. Babóca kétségbeesve szaladt Bogyóhoz. Jól vagy? Kérdezte. Kutya bajom, duzzogott Bogyó. Bogyó annyira elkeseredett, hogy Babóca alig győzte vigasztalni. Nézd, szedtem neked virágot, kedveskedett. De Bogyót semmi sem tudta felvidítani. Közben elállt az eső, és a szivárvány is eltűnt. Kézen fogva baktattak hazafelé. Babóca kitartóan vigasztalta Bogyót. Ne lógasd már az orrod, holnap után lesz a harmadik születésnapod, biztosan sok szép ajándékot kapsz majd. Hazaérve Babócának remek ötlete támadt. Készítek Bogyónak egy szivárványcsúszdát, gondolta magában. Akkor valóra válhat az álma. Lecsúszhat egy szivárványon.
A csúszda elkészítésében Baltazár, a méhecske és Pihe, a lepke kislány is segített. Babóca, Baltazár és Pihe a szivárvány színeire festették a csúszdát. Sárga papírba csomagolták, kék szalaggal átkötötték. A három barát csoki tortát is sütött Bogyónak. Ezután Pihe és Baltazár átkísérték Bogyót Babóca házához, ahol már minden készen állt a születésnapi zsúrhoz. Akkor most mutassuk meg neki az ajándékot, kiáltotta Baltazár, Babóca pedig átnyújtotta Bogyónak a csoki tortát. Egy igazi szivárvány, egy szivárvány csúszda. Kipróbálhatom a csúszdát? Persze, válaszolta Babóca. Bogyónak nagyon tetszett a szivárvány csúszda, újra és újra lecsúszott rajta. Pihe és Baltazár táncra perdültek örömükben. Na hát, Babóca, szólt végül Bogyó a Katica kislányhoz. Ez nagyon jó ajándék, köszönöm. Aznap még sok barát eljött, hogy felköszöntse Bogyót. Eljött Ugri a szöcske kislány, Döme a krumplibogár, Szellő a szitakötő kislány, sőt még Vendel a szarvasbogár is. A csiga fiú mindenkinek megengedte, hogy kipróbálja új csúszdáját. Bogyó és Babóca és barátaik késő estig csúszdáztak. Aznap Bogyó különösen jókedvűen feküdt le aludni. Micsoda születésnap volt ez! Sóhajtott fel boldogan. Bogyó és Babóca, kit jó barát kalandja. Az elveszett mogyoró. Ha-ho, Bogyó, siess már, szaladjunk Regőhöz! Köszönjünk el tőle, mielőtt téli álomra hagyja a fejét, mondta Babóca a Katica lány. Bogyó fejére húzta sapkáját, sálat kesztyűt vett, és a két barát elindult Mókus Regő odúja felé. A mókus fent üldögélt odúja előtt a faágon. El akartunk köszönni, mielőtt bebújsz az odúdba télire, kiáltott Babóca. Gyertek, igyunk egy búcsúszörpöt, és rákcsáljunk hozzá egy kis mogyorót, kínálta Regő a barátait. Nézzétek, mennyi finom csemegét gyűjtöttem össze télire, tele az éléskamra. De jaj, az éléskamra teljesen üres volt. Segítség, hová tűnt a sok mogyoró, dió? Hol vannak a tobozok, makkok, mazsolák? Nézzétek, azt hiszem itt gurultak ki a mogyorók, mutatott Bogyó egy kis lyukra az éléskamra sarkában. Valaki megrágcsálta a fatörzset, kiáltott Babóca. És azt is tudom, ki volt az, tette hozzá a csiga fiú. Egyet se fél, Regő, most rögtön előkerítjük a bajkeverőket, és megkeressük az elgurult mogyorókat. És a diókat, tobozokat és makkokat, mérgelődött tovább a mókus. A két barát már indult is a nagy rétre. A rét felől hangos nevetés hallatszott. Na tessék, ők azok! Naphosszat rosszalkodnak, mindig baj van velük, zsörtölődött Babóca. Biztosan most is valami rosszaságon törik a fejüket, helyeselt Bogyó. Valaki megrágcsálta Mókus Regő fatörzsét, épp ott, ahol az éléskamrája van, mind elgurult az összegyűjtött mogyoró. Nem ti voltatok? Kérdezte Bogyó. Jaj, nem akartunk rosszat. Mi csak rágtunk, és nem tudtuk, hogy épp ott van az éléskamra. Magyarázkodott a legkisebb szúbogár. Tudunk valahogy segíteni? Gyertek, meg kell keresnünk az elgurult mogyorókat. Nincs sok időnk, nem sokára leesik a hó, és akkor biztosan nem találjuk meg a csemegéket. Siessünk! Alaposan megvizsgálták együtt a fatörzset. A mogyorók itt gurultak ki, lepotyogtak a földre, és egyenesen végiggurultak a dombon, magyarázta Babóca. A domb aljában a cimborák rá is találtak az elgurult finomságokra. Hurrá! Újjongott Regő. Akkor most kérlek,
hozzatok vissza minden falatot az ódumba, én addig bedeszkázom a lyukat. Mondta Regő a szúbogaraknak, és munkához látott. A mogyorókat, diókat, makkokat egyesével cipelték fel Mókus Regő odujába. Bogyó és Babóca is segítettek. De hiába iparkodtak, vége felé közeledett a nap, és még hatalmas kupac várakozott a domb alján. Sosem végzünk! Sóhajtott az egyik szúbogár. Jó volna egy kis segítség! Tette hozzá a másik. Bogyó egyszer csak felpattant, és szó nélkül elszaladt. Amikor visszatért, magával hozta a trombitáját. Belefújt a trombitába, de olyan hangosan, hogy azt az erdő minden lakója hallotta. Csak hamar összegyűlt az erdő apraja és nagyja. Babóca felmászott egy nagy kőre, és elmesélte, mi történt Mókus Regő összegyűjtött mogyorójával. Mind elgurult! Vissza kell vinnünk Regő odójába. Ha mindenki segít, estig készen leszünk. Rajta! Mondta Bogyó, és felvett egy szem mogyorót a kupacból. A mogyorót Babócának adta, ő a szúbogaraknak, a szúbogár a méhecskének, a méhecske a szitakötőnek, és így tovább kézről kézre. Mire megjelent az égen a hold, a domb aljáról minden mogyoró, mak, dió és gesztenye visszavándorolt Mókus Regő éléskamrájába. Regő boldogan tette a helyére az utolsó szemgesztenyét. Köszönöm, újra teli az éléskamrám, mondta. De jó, hogy ilyen sok barátom van. Hamarosan lehullik a hó. Ideje, hogy visszavonuljak az odumba télire. Tavasszal találkozunk, mondta a mókus. Bogyó és Babóca, kit jó barát kalandja. A sárga katica. Megérkezett a tavasz. Babóca elhatározta, hogy rendbe teszi a virágos kertjét. Előkereste az ásót, a gerebjét, fejére pöttyös kendőt kötött. Amint azonban kilépett az ajtón, halk nyöszörgést hallott a ház mögül. Kelemen, hiszen neked eltörött a szárnyad, kiáltott a kis katica. Belesütött a szemembe a nap, és nekirepültem egy fának. Lezuhantam a magasból, nagyon megütöttem magam, mondta a kanári. Épp arra járt Bogyó a csigafiú, és Vendel a szarvasbogár. Vendel, szaladj gyorsan Bagoly doktorhoz, mert Kelemennek eltörött a szárnya, intézkedett Babóca. Hamarosan megérkezett Bagoly doktor. Ez bizony csúnya törés, dünnyögte, és óvatosan lassan bekötözte Kelemen törött szárnyát. Képzeld csak el, Babóca, mesélte egy napon Kelemen. Azon a szigeten, ahol élek, ott is lakik egy katica kislány. Tényleg? Neki is piros a háta, és 7 fekete pöttye van? Kérdezte izgatottan Babóca. És hogy hívják? Katának. Az ő háta sárga, de a pöttyei neki is feketék. Nagyon hasonlít rád. Ha meggyógyultam, gyere el velem a szigetre, ott találkozhatsz vele. De jó lenne, Bogyó is jöhet. Persze, elfértek a hátamon ketten is. Nem sokára újra eljött Bagoly doktor. Megállapította, hogy Kelemen szárnya szépen meggyógyult. Akkor a kanári megköszönte a Bagoly segítségét, hátára vette Bogyót és Babócát, és már indult is a távoli kis sziget felé. Hamarosan feltűnt egy nagy tó, és a közepén egy kicsi sziget. Látjátok, arra a szigetre repülünk. Ott, a legmagasabb fa tetején van az én fészkem. Kapaszkodjatok erősen, leszállunk! Kelemen óvatosan leszállt, Bogyó és Babóca pedig leugrottak a hátáról. Úgysem kaptok el, kiáltotta egy narancssárga ruhás bogárka a nyomában rohanó csöpbolháknak. Vigyázz, kiáltotta Babóca, de a bogárka egyenesen neki szaladt. Bocsáss meg, nem akartalak feldönteni, engem Katának hívnak, és ti kik vagytok? Na hát... Te vagy Kata, hiszen éppen téged keresünk. Én Babóca vagyok. Messziről jöttem, hogy találkozzam Katica rokonommal. Katica rokon? Kérdezte döbbenten Kata.
Igen, nézd, neked is pettyes a hátad, és nekem is. Csak éppen más színű. Na hát, álmélkodott a sárga katica. Gyertek, megmutatom a házikómat, mondta Kata. Amint meglátták Kata házát, Bogyó és Babóca nagyot nevettek. Az én házam ugyanilyen, csak éppen piros. Bogyó, Babóca és Kata bebarangolták együtt a kis szigetet. Az ott a fenyőerdő, mellette a kis patak, még hidat is építettünk rá, mesélte büszkén Kata. És mi az ott a mező közepén? Kérdezte Bogyó. Olyan, mintha egy csúszda volna. Bizony, az egy harangvirág csúszda. Lecsúszhatunk rajta. Persze, gyertek bátran utánam, mondta Kata, és nekirugaszkodott, hogy lecsúszson a kanyargós csúszdán. Bogyó, Babóca és Kata vidáman csúszdáztak egészen addig, míg sötétedni nem kezdett. Későre jár, gyertek, hazaviszlek titeket, mondta Kelemen. Babóca és Kata kendőt cseréltek búcsúzóul. Jó utat, kiáltotta Kata. Gyertek el máskor is. Mire a kanári megérkezett Babóca házához, már egészen leszállt az este. Az égen ragyogott a hold és a csillagok. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. Egy nap az óvodában. Egy őszi reggelen Babóca sietősen kopogott Bogyó házának ajtaján. Gyere már, Bogyó, elkésünk az óvodából. Bogyó hamar elkészült, és a két barát kézenfogva elindult az óvoda felé. Az óvoda kertjében már gyülekezett a sok kis óvodás. Vidáman üdvözölték egymást. Ott volt Baltazár a méhecske, Pihe a lepke kislány, Vendel a szarvasbogár, Döme a krumplibogár, Szellő a szitakötő kislány, Alfonz a tücsök, Ugri a szöcskelány, és Gömbi a kis virágbogár is. Dongó néni, az óvó néni türelmesen terelgette be a gyerekeket a csoportokba. A nagy csoportosok, középsősök és kis csoportosok külön szobába kerültek. Gömbi persze a kis csoportba került, innen integetett Bogyónak és Babócának. A nap tornaórával indult. Reggeli után az óvodások szebbnél szebb képeket ragasztottak az erdőben szedett falevelekből. Amikor mindenki elkészült, Dongó néni körbeállította a gyerekeket. Vidám dalokat és körjátékokat tanított a csoportnak, az óvodások lelkesen járták a körtáncot. Aztán következett a játék. Dongó néni karosszékéből figyelte a sok gyereket. Bogyó és a fiúk rögtön a kocsis ládikához siettek, és autóversenyt kezdtek játszani. Lejtőket, alagutakat építettek. Én is beállhatok? Kérdezte Babóca, és egy törött piros kis autót szorongatott. Ugyan már, Babóca, azzal a vacakkal akarsz versenyezni? Kérdezte megvetően Bogyó. A kocsizás amúgy sem lányoknak való. Babóca elsírta magát. Nem játszanak velem a fiú, panaszolta Pihének. Pihe, Ugri és Szellő gyorsan megvigasztalták. Gyere, babázz velünk! A lányok pompás kis ruhákba öltöztették babáikat, megetették és babakocsiban ringatták őket. Ez nagyon tetszett Babócának. Közben Bogyó és Egon, a cserebogár, összevesztek. Mindig felborítod a kocsimat, ez így nem ér, csalsz! Kiabálta dühösen Bogyó. Nem igaz, te csalsz! Vágott vissza Egon. Jól van, nem játszom veled tovább, mondta sértődötten Bogyó, és ott hagyta a fiúkat. Én is beállhatok a játékotokba? Szólt most Babócához Bogyó. Nem játszhatsz velünk, ez lányos játék, mondta duzzogva Babóca. De nézd csak, én is hoztam egy babát, ezt a göndörhajút. Szeretnék mégis veletek játszani. Jól van, enyhült meg Babóca. Akkor gyere, de akkor én is játszom majd az autókkal. Gyerekek, gyertek kezet mosni, kiáltott Dongó néni. Kézmosás után pedig szépen üljetek az asztalokhoz.
Az ebédet nagy fazékból merte az óvodások tányérjába Pettyes Futrinka néni, a dadus. Amikor mindenki befejezte az ebédet, a naposok, Bogyó és Babóca segítettek leszedni az asztalt, összegyűjteni a tányérokat és a poharakat. Ebéd után mindenki lefeküdt, Dongó néni pedig mesét olvasott. A gyerekek csendben figyelték, és akadt, akit már mese közben elnyomott az álom. Ébredés után uzsonnáztak, aztán kimentek a kertbe. Az óvoda kertje hatalmas volt, telistele izgalmas mászókákkal, csúszdával, hintával, még egy kis favonat is állt a közepén. Bogyó és Egon hamar kibékültek, és sokáig hintáztak együtt. Babóca segített Gömbinek felmászni a csúszdára, és el is kapta őt a csúszda alján. Ez Gömbinek nagyon tetszett. Az óvodában hamar elszaladt a nap. A gyerekek hosszasan búcsúzkodtak egymástól, és alig várták, hogy másnap újra találkozzanak. Bogyó és Babóca, kit jó barát kalandja. A tücsök hegedűje. Egy őszi napon Alfonz a tücsök vígan hegedült a gombamezőn. Az erdő lakói mind örültek a szép muzsikának. A hangya gyerekek is hallgatták a zenét, közben pedig labdáztak a dombtetőn. De jaj, a labda rossz irányba röpült, és kiütötte Alfonz kezéből a hegedűt. Alfonz rémülten kiáltott fel. A hegedűm! Összetört a hegedűm! Keservesen sírva fakadt. Annyira zokogott, hogy nyomban összegyűlt az erdő apraja nagyja. Alfonz dühösen mutatta barátainak a pöttyös labdát. Ez a labda, igen, ez a labda a bűnös! És a hangya gyerekek! Most aztán honnan lesz nekem új hegedűm? Hegedűje darabkáit szorongatva belépett kunyhójába, és becsapta maga mögött az ajtót. Alfonz! Alfonz, gyere ki, biztosan tudunk valahogyan segíteni, mondta Bogyó a csiga fiú. De Alfonz senkit sem akart látni. A többiek tanácstalanul üldögéltek a gombamezőn. Egyszer csak felkiáltott Babóca. Készítsünk Alfonznak új hegedűt. Igen, készítsünk új hegedűt, helyeselt Pihe a lepke kislány. Tudom is, ki segíthet. Meg kell keresnünk Patrikot, a kék pattanó bogarat. Ő készítette Alfonz hegedűjét. Nyomban útra keltek. Mentek hegyen völgyön át, míg megérkeztek egy kék házikóhoz. Bekopogtak. Félénk fejecske kukkantott ki az ajtón. Kék sipkát viselt, hátán csillogtak sötétkék szárnyai. Hát ti kik vagytok? Kérdezte. Babóca pedig elmesélt a pattanóbogárnak mindent, tövéről hegyére. Hogy csak ez a baj, ezen könnyen segíthetek. Ne buslakodjatok, két nap is Alfonz új hegedűn húzhatja a muzsikát. A pattanóbogár kiosztotta a feladatokat. Volt, aki fát gyűjtött a hegedű testéhez, volt, aki fűszálakat keresett a hegedű húrjaihoz. Amikor minden összegyűlt, Patrik hozzálátott a munkához. Fűrészelt, csiszolt, barkácsolt, gyantázott, lakkozott serényen, míg egyszer csak, lássatok csodát, el is készült az új hegedű. Kipróbálhatom? Kérdezte Babóca. Nem, ez Alfonz hangszere, szólt rá Pihe. De én is szeretnék egy hangszert, dühösködött Babóca. Én is, kiáltozták a kis hangyák. Csend legyen, kiáltott a pattanóbogár. Mi lenne, ha alapítanátok egy zenekart? Egy szép, nagy zenekart. Zenekart? És mindenkinek lenne saját hangszere? Ez nagyon jó ötlet, lelkendezett Bogyó. Először elkészítették Babóca hárfáját. Vendel, a szarvasbogár nagy bőgőt kapott. Dömének, a krumplibogárnak csellót készítettek. Bogyó a tölcsérvirág kelyhéből készített magának trombitát. Egon, a cserebogár, mézvirágból alakította ki mélyen zengő kürtjét. A barlangipók gesztenyéből és magból készített dobot. Szellő és ugri pedig lapos kavicsokból cintányér.
A kis hangyáknak nyírfa vesszőből faragott furuját tapadt a nóbogár. Pihe, a lepke kislány, fenyőágból faragott lantot kapott, Baltazár a méhecske pedig citerát, Gömbi a virágbogár triangulumon játszott. Amikor már pompásan zenéltek együtt, elindultak Alfonz konyhójához. Alfonz már messziről hallotta őket, kíváncsian lesett ki kunyhója ablakán. Szeme, szája tátva maradt a csodálkozástól. Kedves Alfonz! Kezdték a hangya gyerekek. Ne haragudj, miért tönkretettük a hegedűdet! Fogadd el ezt az új hegedűt tőlünk! Patrik készítette! Alfonz nyomban meghúzta a vonót, és az erdőben újra zengett a hegedű szó. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. A mézes kalácsok. Elérkezett a december. Az erdőt beborította a fehér hótakaró. Bogyó és Babóca a Katica lány pöttyös házikójában üldögéltek. Süssünk mézes kalácsot, javasolta vidáman Babóca. Bogyó és Babóca munkához láttak. Sürögtek, forogtak a konyhában, összegyúrták a tésztát és laposra nyújtották. Babóca elővette fiókjából a mézes kalács formákat. A formákat belenyomták a tésztába, és sütni kezdték a mézes kalácsokat. Amikor szép pirosra sültek, akkor Babóca kivette a mézes kalácsokat a sütőből, egy tálba tette, és kivitte a házikó elé. Hamar kihűl majd a hidegben, mondta Bogyónak. Ebben a pillanatban elrepült a házikó felett egy szarka. Megérezte a finom illatot, és nyomban észre is vette a mézes kalácsokat. Megfogta csőrével a tálat, és uzsgyi, elröpült vele. Amikor Babóca kijött, hogy bevigye a süteményeket, sehol sem találta a tálat. Jaj, valaki elvitte a mézes kalácsokat, kiabált kétségbe esetten. De ki vihette el a tálat? Kérdezte tanácstalanul Bogyó. Bogyó és Babóca elindultak az erdőben. Hamarosan Millával, a hóbogárral találkoztak. Kedves Milla, valaki elvitte a sárga tálamat tele mézes kalácssal. Nem láttad, ki volt az? Kérdezte Babóca. De igen, láttam. A szarka vitte el, arra röpült, válaszolt Milla. Tovább mentek. Most a kukaccal találkoztak. Kedves kukac, a szarka elvitte a sárga tálamat tele mézes kalácssal. Nem láttad, merre röpült? Kérdezte Babóca. Nem sokára meglátták Gömbit és Dömét, amint épp hóembert építettek. Nem láttátok a szarkát? Elvitte a sárga tálamat tele mézes kalácssal, panaszolta Babóca. De igen, láttuk, a patak felé repült, válaszolta Krumpli bogár. Nézd csak, Babóca, morzsák! Erre röpült a szarka, kiáltott hirtelen Bogyó. Kövessük a morzsákat, és megtaláljuk a szarka odóját, javasolta a Katica lány. Így is történt. A morzsák elvezettek a szarka odójáig. A mézes kalács illata körbelengte a nagy fát. Bogyó és Babóca felmásztak a fára, és bekopogtak a madár odójába. Te vitted el a sárga tálamat tele mézes kalácssal? Kérdezte Babóca, amikor a szarka ajtót nyitott. Igen, én voltam. Nagyon éhes voltam, megláttam a tálat és elhoztam. De visszaadom az egészet. Csúnya dolog elvenni azt, ami másé, mondta Babóca, és mérgesen hazafelé indult. Bogyó követte. Ugyan, Babóca, ne legyél ilyen haragos. Igaz, hogy a szarka elvitte a tálat, de vissza is adta. Majd biztos bocsánatot is kér, mondta a csiga fiú. Délután Bogyó és Babóca meghívták a barátaikat.
eljött Pihe, a lepke kislány, Baltazár, a méhecske, és Vendel, a szarvasbogár is. Körbeülték az asztalt, és falatozni kezdtek. Hamarosan halk kopogás hallatszott. A Katica lány kinyitotta az ajtót. A sarka toporgott félénken a házikó előtt, és egy nagy üveget szorongatott szárnyaival. Hoztam nektek csipkebogyó szörpöt. Magam készítettem idei csipkebogyóból. Kérlek, fogadjátok ezt el, és ne haragudjatok, amiért elcsentem a mézes kalácsokat, mondta a sarka. Kedves sarka, nincs kedved velünk falatozni? Neked is jut hely az asztalnál. A sarka nagyon megörült, és hamarosan már mind együtt ültek az asztal körül. Mézes kalácsot ettek, csipkebogyó szörpöt ittak, beszélgettek, nevetgéltek késő esti. Bogyó és babóca, kit jó barát kalandja. A léggömb. Egy nyári délutánon vihar tört ki az erdőben. Babóca, a Katica lány, és Bogyó, a csiga fiú, a pöttyös házikó ablakából figyelték. A tomboló szélvihar csavarta, hajlítgatta a fákat, megrongálta a házaikat, az eső ömlött, mintha dézsából öntenék. Amikor végre elállt az eső, és elcsitult a szél, a két jó barát körbenézett az erdőben. Ide néz, babóca! Ezt a fát kidöntötte a vihar, állapította meg Bogyó. Az eső pedig elmosta a virágaimat, sóhajtott babóca. Babóca, Bogyó, gyertek gyorsan, segítsetek! Szaladt oda ugri a szöcskelány. Valaki fekszik a réten? A réten tényleg sérülten feküdt valaki. Egy nőnüke bogár. Jaj, mi történt veled? Hogy hívnak? Ki vagy te? Hadarta egy szuszra babóca. Nelli vagyok, a nünnüke. Fent lakom a hegytetőn, de a szélvihar lesodort, és nagyon megütöttem a fejem. Gyenge a szárnyam, nem tudok repülni, nem tudom, hogyan jutok haza. Sírdogált a nünnüke. Megemelték Nellit, és bevitték ugri zöld házába. Ne félj, segítünk neked hazajutni, mondta babóca. Délután eljött Baltazár a méhecske, Pihe a lepke kislány, és Vendel a szarvasbogár. Mind azon törték a fejüket, hogyan segíthetnének Nellinek visszajutni a hegytetőre. Egy léggömb lenne a legjobb, szólt Vendel. De miből készítsünk léggömböt? Kérdezte Bogyó. Takarókból, párnákból, lepedőkből, javasolta Pihe. És függönyökből, meg törölközőkből, tette hozzá Vendel. Nyomban munkához is láttak. Mind kivették a részüket, összevarták az anyagokat, egymáshoz illesztettek minden takarót, függönyt, lepedőt és törölközőt. Nellé is segített, napról napra erősebbnek érezte magát, és már a feje sem fájt. Eltartott pár napig, amíg elkészült a léggömb. Készen van! Köszönöm! Mondta boldogan a nünüke. Irány a hegytető! Hurrá! Repülünk! Kiáltott boldogan Bogyó. Na hát, ez csodaszép! Látjuk az egész erdőt! Ujjongott babóca is. Nem sokára sötétedni kezdett. Amikor a hegyhez értek, Nelli felkiáltott. Hurrá! Itthon vagyok! Köszönöm! Ha van kedvetek, maradjatok nálam holnapig. Épp ma este lesz a csillaghullás. Szívesen maradunk, mondták mind egyszerre. Nelli finom süteményekkel és teával vendégelte meg új barátait. Vacsora után kiültek Nelli házikója elé a hegytetőre. Üldögéltek, üldögéltek, és várták, hogy megkezdődjön a csillaghullás. Hurrá! Hulló csillag! Kiáltott lelkesen Bogyó. Én is
is láttam, helyesett Babóca. Én is, mondta Vendel. Amikor hűvösebb lett, bementek Nelli házába, és az ablakon át még hosszan nézték a csillaghullást. Elalvás előtt mind kívántak is valamit a hulló csillagtól. Nelli azt, hogy máskor is találkozzon majd új barátaival. Bogyó és Babóca, kit jó barát kalandja. A hímes tojások. Elérkezett a húsvét. Pihe a lepkelány, Lili a rózsabogár, Ugri a szöcskelány és Szellő a szitakötő összegyűltek Babóca házában, hogy húsvéti tojásokat fessenek. Hány tojást kell festenünk? Kérdezte Lili. Lássuk csak, Bogyó biztosan eljön holnap locsolkodni, de jönni fog Baltazár, Vendel és Döme is, és persze Gömbi, Alfonz és Csiga Csaba. Akkor 7 tojást kell festenünk. Lássunk munkához! Szépek lettek, biztosan örülni fognak holnap a fiúk, állapította meg Pihe. Ideje hazaindulni, holnap korán kelek, palacsintát fogok sütni, azzal várom majd a locsolóimat, mondta Pihe. Én pogácsát sütök, mondta Lili. Én pedig rétest, tette hozzá Babóca, és kikísérte a lányokat. Másnap reggel minden lány korán ébredt. Pihe szaladt a konyhába, felkötötte a kötényét, és neki látott, hogy kikeverje a palacsinta tésztát. Lili is kötényt kötött, és már is gyúrni kezdte a pogácsákat. Babóca rétest nyújtott, Szellő piskóta tekercset készített. Ugri is izgatottan ébredt. A fiúk nem kelnek korán, van még időm, hogy megsüssem az almás pitét, és egy nagy kosár almát tett az asztalra. De jaj! A kosár hirtelen megbillent, az almák kigurultak és lesodorták az asztalról a hímes tojásokkal teli tálat. A sok tojás mind összetört. Jaj, a hímes tojások! Most mit csináljak? Mit adok a locsolóknak? Kétségbeesve szaladt Babócához. Babóca, összetört az összes hímes tojásom, mind a 7, segíts! Nem érek rá, Ugri, süteményt sütök, de maradt 2 festetlen tojásom, ezt odaadom. Fest ki gyorsan, készen leszel, mire megjönnek a fiúk. Lili, darabokra törtek a tojásaim. Tudsz segíteni? Nem tudok, sülnek a pogácsáim. Fogd ezt a 3 fehér tojást, még van időt kifesteni. Pihe, segíts! Újra kell festenem a tojásokat, mind összetört. Mind összetört? Sajnálom, Ugri, de most nem mehetek veled, odaégne a palacsinta. Itt van ez a 2 festetlen tojás, neked adom. Szellő, baj van, összetörtek a tegnap festett tojásaim. Kérlek, segíts, egyedül nem tudok 7 tojást újra festeni, alig van már idő, panaszolta Ugri. Tudom már, ki segíthet, gyere utánam. Szaladtak az erdőn át egészen a barlangig. A következő pillanatban álmosan előbújt a barlangi pók. Kedves pók, segítened kell, kezdte Szellő. Ugrinak összetörtek a hímes tojásai, és most 7 új tojást kell festenie. Nincs sok idő, mindjárt jönnek a fiúk locsolni, addigra készen kell lenni. Nem bánom, dünnyögte a pók. Köszönöm, nagyon kedves vagy, szipogta Ugri, és elköszönt Szellőtől. Ugri ecsetet, festéket vett elő, és a pókkal együtt munkához látott. A pók egyszerre 3 tojást is ki tudott festeni. Nem vagyunk, mondta boldogan Ugri. Megköszönte a pók segítségét, és elrendezte a tojásokat a tálon. Ebben a pillanatban már kopogtattak is az ajtón. Ugri ajtót nyitott, és a 7 fiú egyszerre belekezdett a locsolóversbe. Ezt a kislányt megöntözöm, a szép tojást megköszönöm. Mind a 7 meglocsolták Ugrit. A szöcskelány büszkén nyújtotta feléjük a tálat, a fiúk pedig választottak egy-egy színes tojást. Süteményem sajnos nincs, szólt halkan Ugri, és elmesélte, mi történt.
Emiatt ne aggódj, nevettek a fiúk. Babócánál rétest ettünk, Lilinél pogácsát, Pihénél palacsintát, Szellőnél pedig piskótát. Egy falat sem férne már a hasunkba, mondták a fiúk, és nagyot nevettek. Bogyó és babóca, kit jó barát kalandja. Napraforgók. Bogyó és Babóca áprilisban elültette a napraforgó magokat. Gondosan ápolták, öntözték a kertet, és hamarosan kibújtak a földből a palánták. Nőttek, növekedtek, bimbót hoztak, és júniusra kinyíltak a szép sárga virágok. Hurrá! Üdvözölte a virágokat a csigafiú és a katica lány. Bogyó észrevette, hogy a virágok egyszer erre, máskor arra néznek. Nézd, Babóca, forognak, vajon miért? Mert mindig a napra néznek, ezért hívják őket napraforgónak. Amikor lement a nap, a napraforgók lehajtották fejüket, és elaludtak. Másnap reggel kétségbe esett kiáltozás verte fel az erdő lakóit. Jaj, mi történt? Jaj, a napraforgóink! Sírt Babóca. Ki tehet? Te, zokogott Bogyó is. Kirágcsálta meg a virágok szárát. Pihe friss harmatvízzel lemosta a sebeket, Babóca bekötözte a virágok szárát zsenge fűszállal. A napraforgók újra mosolyogtak. A kisbarátok tanácskozni kezdtek Baltazár házában. Mit tegyünk? Búslakodott Bogyó. Őrt kell állnunk éjjel. Én leszek az első, mondta bátran Babóca. A katica lány csendben elbújt egy bokor mögé, és éberen figyelt. Nem kellett sokáig várnia. Hamarosan egy hörcsög érkezett a virágosba, és rágcsálni kezdte a napraforgók szárát. Ekkor Babóca kiugrott a bokor mögül, és dühösen rákiáltott. Menj innen! A hörcsög megijedt, és elszaladt. Aznap éjjel nem jött vissza többé. Másnap éjjel Pihe vigyázott a virágokra, következő este Baltazár, utána Vendel. Végül Bogyóra került a sor. A csigafiú elbújt a bokor mögé, és türelmesen várt. Várt, várt, de hamarosan elnyomta az álom. Még arra sem ébredt fel, hogy megérkezett a hörcsög, és alaposan megrágcsálta a virágok szárát. Jaj, elaludtam. Nem vigyáztam a virágokra. Sírdogált Bogyó, amikor meglátta reggel a szomorúan kókadozó napraforgókat. Bogyó elaludt, átaludta, míg a hörcsög megrágcsálta a virágokat. Miért buslakodtok? Kérdezte tőlük Bagoly doktor. Babóca elmesélte a Bagolynak, mi történt a napraforgókkal. Beszéljetek a hörcsöggel, kérjétek meg, hogy ne bántsa a virágokat. Ott alszik a nagy tölt fa alatt, tanácsolta. Ott van, ott fekszik a bokorban, súgta Bogyó a többieknek. A hörcsög hirtelen felébredt. Mind megijedtek egymástól. A hörcsög a bogárkáktól, a bogárkák a hörcsögtől. Ne félj tőlünk, kezdte Babóca. Csak arra szeretnénk kérni, hogy ne bántsd a napraforgóinkat. De akkor éhes maradok, mentegetőzött a hörcsög. Majd mi hozunk neked almát és répát. Hol van a házad? Kérdezte Bogyó. Nincs házam, válaszolta szomorúan a hörcsög. Nincs házad, ismételte döbbenten Baltazár. Akkor építünk neked. Babóca almát hozott, Bogyó magokat, Pihe mazsolát, Baltazár pitypang levelet, Vendel pedig répát. Nagyon szép lett a házam, mondta boldogan a hörcsög. És köszönöm a vacsorát is. A hörcsög többé nem rágcsálta meg a virágokat. A napraforgók egész nyáron vidáman mosolyogtak Bogyóra, Babócára és barátaikra. Bogyó és Babóca, kit jó barát kalandja. A kis dongó lány.
Bogyó, Babóca és Baltazár korán reggel elindultak a rétre, hogy kipróbálják az ejtőernyőt, amit a méhecske vart. De a réten már volt valaki. Egy ismeretlen dongólány orgonát szedett, s közben vidáman énekelt. Itt a tavasztralvalla, virágzik az orgona. Baltazár szólította meg elsőként. Szervusz, kis dongó! Én Baltazár vagyok, a méhecske. Ő itt mellettem Bogyó, a csigafiú, ő pedig Babóca, a Katica lány. Te ki vagy? Engem Dorottyának hívnak. Hosszú útról tartok hazafelé, és egy picit megpihentem itt a réten. Mi pedig éppen az új ejtőernyőmet fogjuk kipróbálni. Velünk jössz? Kérdezte Baltazár. Szívesen. Elsőként Baltazár és Dorottya ugrottak le a dombról, utánuk pedig sorra mindenki kipróbálta az ejtőernyőt. Egész estig játszottak. Ugye holnap is velünk jössz? Kérdezte izgatottan a méhecske. Nem, sajnos holnap korán kell elindulnom. Nagyon messze lakom innen, hosszú repülés áll még előttem. Így hát Bogyó, Babóca és Baltazár elbúcsúztak Dorottyától. Hazafelé Baltazár annyira lógatta az orrát, hogy Babóca végül megkérdezte. Mi bánt? Baltazár szerelmes, nevetgélt Bogyó. Bogyó, ne csúfolódj, szólt rá haragosan Babóca. Tudod mit, Baltazár? Mondd meg Dorottyának, hogy maradjon itt, majd építünk neki egy kis házat itt a mi erdőnkben. Jaj, de jó! Holnap korán reggel kimegyek a rétre, és megkérem, hogy maradjon. Másnap Baltazár, Babóca és Bogyó korán felkeltek. Szaladtak a rétre, hogy beszéljenek Dorottyával. De jaj, elkéstek. A kis dongólány már útra kelt. Csak egy kis levelet hagyott a fára tűzve, amelyben elköszön a barátaitól. Baltazár leült a fűbe és elpityeredett. Most már Bogyó sem nevette ki. Menjünk utána, szólt a csiga fiú. Még biztosan utolérjük. Bogyó, te csiga lassan vánszorogsz, így sosem érjük utol Dorottyát, kesergett Baltazár. Bogyó már majdnem megsértődött, amikor egy süni lépett elő a bokorból. Én talán segíthetek, igaz, én sem haladok túl gyorsan, de nálatok mégis gyorsabb vagyok. A kis barátok nagyon megörültek. Gesztenyegúbóból csöpp kis hintót fabrikáltak, a hintó kötelét ráakasztották a süni tüskére, és a sünfogat már indult is. Pihenjünk egy keveset, javasolta Babóca, amikor már besötétedett. Reggel folytatjuk az utat. De Baltazár megint pityeregni kezdett. Nem fogjuk megtalálni soha. Micsoda finom orgona illatot érzek, kiáltott fel hirtelen Bogyó. Orgona? Csodálkozott Babóca. Ez nagyon különös, gyertek, nézzünk körül. Nem volna kedved ezentúl a mi erdőnkben élni? Építenénk neked egy házikót, olyat, amilyet te szeretnél. Nem kellene visszarepülnöd messzi otthonodba. Nagyon örülnénk, ha velünk maradnál. Igen, úgy van. Nagyon örülnénk, helyeselt Bogyó és Babóca is. Köszönöm, boldogan maradok nálatok, mondta meghatottan Dorottya. Ilyen nagy utat tettetek meg, hogy utolérjetek. Igazán nagyon kedves tőletek. Beültek a süni fogadba, és visszatértek a mezőre. Másnap korán reggel munkához láttak. Szép kis házikót építettek Dorottyának az orgona mező határában. Amikor a dongóház elkészült, nagy ünnepséget rendeztek. Eljött az erdő apraja nagyja, késő estig táncoltak, lakmároztak, vidám mulatsággal köszöntötték az erdő új lakóját. Bogyó és Babóca, kit jó barát kalandja. Kavicsok. Egy nyári délutánon Babóca elhatározta, hogy szamócás lepényt fog sütni. Megkérte Vendelt, a szarvasbogarat, és Baltazárt, a méhecskét, hogy hozzanak az erdőből friss szamócát. A két fiú elindult. Baltazár hamarosan észrevett az út közepén egy kavicsot, és rugdalni kezdte maga előtt.
de a kavics megtetszett Wendelnek is, és elcselezte Baltazár elől. Nem ér, Wendel, az az én kavicsom, én rúgom tovább. Nem, ez már az én kavicsom, keresd másikat, ezt én rúgdalom tovább. Én találtam, az enyém, méltatlankodott Baltazár. Rengeteg kavics van, keresd másikat, zárta le a vitát Wendel, de Baltazár nem hagyta magát. A két fiú addig löktöste egymást, míg végül mindketten elbotlottak és legurultak a meredek domboldalon. Egyenesen belebukfenceztek a domb alján csörgedező patakba. A hangzavarra előbújt patakparti házából Alfonz a tücsök. Jaj, mi történt? Kérdezte riadtan. Wendel a hibás, elvette a kavicsomat. Még hogy a te kavicsod, azé, aki ügyesebb. Elég legyen, vágott közbe Alfonz. Először is gyertek be a házamba, szárítkozzatok meg, azután elmesélhetitek, mind vesztetek ennyire össze. A két fiú mérgelődve lépett be a tücsök házába. Kiteregették a napra a vizes ruhákat, és törülközőbe csavarva várták, hogy megszáradjanak. Közben Alfonz limonádét és kekszet tett az asztalra. A napsugár gyorsan megszárította a ruhákat. Wendel és Baltazár duzzogva majszolták a kekszet, és egymás szavába vágva elmesélték Alfonznak, hogyan gurultak le a domboldalon. Nekem egy egész gyűjteményem van belőlük. Kavics gyűjtemény! Megmutatod? Lelkendezett Baltazár. Persze, gyertek be! Büszkélkedett Alfonz, és egy nagy doboz tett az asztalra. Hol szedted ezeket a szép kavicsokat? Itt a közelben a patakparton. Ti is szedhettek. Hurrá! Teleszedték a kosaraikat kavicsokkal. Sokáig válogattak, gyűjtögettek, egészen addig, míg sötétedni kezdett. A szarvasbogár és a méhecske elköszöntek a tücsöktől, és elindultak felfelé a dombon. Hamarosan elhaladtak Babóca háza előtt. A Katica lány mérgesen kiáltott ki pöttyös háza ablakából. Hát a Szamóca hol van? Hűha, a Szamóca, elfelejtettük a Szamócát. Nézd csak, Babóca, milyen szép kavicsokat szedtünk Alfonzzal. Mit kezdjek ezekkel? Süssek kavicsos lepényt. Én Szamócát kértem. Elfelejtettük, vallotta be Wendel, és töviről hegyire elmesélt mindent a Katica lánynak. Hát, akkor hadd lássam legalább azokat a szép köveket, ha már Szamócát nem hoztatok. Rajzolni kellene a kavicsokra valamit. Ez olyan, mint egy házikó. Erre pedig egy mosolygós fejet rajzolnék. Ez nagyon jó ötlet. Holnap hívjuk el a többieket is, és díszítsük fel a kavicsokat. Rendben! Másnap eljött Babócához Bogyó, a csigafiú, Pihe a lepkelány, Szellő a szitakötő, Ugri a szöcske, Döme a krumplibogár, és Gömbi a virágbogár. Wendel és Baltazár nem jön? Kérdezte csalódottan Bogyó. De igen, itt vagyunk! Kiáltott a szarvasbogár és a méhecske, és büszkén átnyújtottak egy szamócákkal teli kosarat Babócának. Köszönöm! Mondta a Katica lány, és ami kikeverte a süteményt, a többiek munkához láttak. Amikor készen lettek, meghívták Alfonzot, hogy nézze meg a kiállítást. Na hát, gyönyörű! Holnap elhozom a saját köveimet is, azokat is kifesthetjük, mondta vidáman a tücsök. Közben megsült a szamócás lepény, mind asztalhoz ültek, és megették az utolsó morzsáit. Bogyó és Babóca, kit jó barát kalandja. Foci meccs. Egy nyári reggelen Wendel a szarvasbogár hangos kopogtatásra ébredt. Ha-ho, Wendel, nyisd ki, én vagyok az Frici! A szarvasbogár álmosan kibújt az ágyból és ajtót nyitott. No hát, Frici, gyere be! Kiáltotta boldogan Wendel, és a két régi barát összeölelkezett. Nézd csak, hoztam neked valamit! Mondta Frici. Egy foci labda, hurrá! Focihoz csapatok is kellenek, figyelmeztetett Frici. Rendben, állítsunk össze csapatokat. Szóljunk mindenkinek, javasolta a szarvasbogár.
Reggeli után Wendel és Frici útra keltek. Mindenkihez bekopogtattak. Végigjárták az összes házat, és mire az erdő végére értek, összegyűlt a két csapat. Bírónak Alfonszt választották. Varjunk nekik színes mellényt, javasolta Lili. Kéket az egyik csapatnak, pirosat a másiknak. A focisták egész héten gyakoroltak. Ezeket nektek vartuk, mondta Szellő, és Wendel kezébe nyomta a piros és kék mellényeket. Köszönjük, mondták a csapattagok egyszerre, és boldogan felhúzták a mezt. Babóca és Lili padokat hozott, és a nézők elfoglalták helyüket a pálya szélén. Egyszer csak felhangzott Alfonsz sípja, és megkezdődött a mérkőzés. Ez a szalagy bogyó, kiabált Wendel. Ide, ide nekem, passzol, kiáltozott Gömbi. Hurrá, ez az, ujjongott a kék csapat, és összeölelkeztek. Hajrá, kékek, hajrá, pirosak, hallatszott a nézők felől a vegyes hangzavar. Miért, Frici, nem szabad kézzel megfogni a labdát? Háborgott a méhecske. Bizony, Boltazárnak igaza van, többet ne szabálytalankodj, Frici, mondta szigorúan Alfonsz a bíró. A meccs izgalmasan folytatódott. A pirosak is rúgtak két gólt, a kékek is, így már 3-2-re vezetett Wendel csapata, amikor újra leállt a játék. Frici elkáncsolt, panaszkodott Gömbi. Igen, én is láttam, mondta Alfonsz. Frici, ha még egyszer szabálytalankodsz, kiállítalak. Wendel csapata nyerésre állt. Frici egyre dühösebb lett. Ide nézzetek, most berúgom! Kiáltotta, és félrelökte Bogyót, de a lökéstől ő maga is elesett, és fájdalmasan felkiáltott. A kezem! Jaj, a kezem! A többiek mind oda szaladtak. Szaladok gyorsan Bagoly doktorért, mondta Szellő, és már indult is. Ha nem fájna a kezed, legszívesebben kiállítanálak, mondta Alfonsz. Csúnyán ellökted Bogyót. Igen, tudom, szólt bűnbánóan Frici. De nagyon fáj. Meg is érkezett Bagoly doktor. Ez bizony eltörött, be kell gipszelnem. 4 hétig lesz rajtad a gipsz, utána leszedjük. Vigyázz rá, semmi szaladgálás! A meccs így a kék csapat győzelmével ért véget. A visszavágóra még egy kicsit várni kell, mondta Wendel, és megveregette Frici hátát. Ugyan már hamar rendbe jössz, ne lógasd az orrod. Sajnálom, hogy szabálytalankodtam, szipogott Frici. Megígérem, ha erre jön a kezem, többet nem fogok rosszalkodni, és játszhatunk egy tisztességes visszavágót. Addig is kicsit kidíszíthetnénk Frici gipszét, mosolygott Babóca. Gyertek, meghívok mindenkit uzsonnára. A barátok mind beözönlöttek Babóca pöttyös házába. Elővették a filctollakat, és szebbnél szebb színes rajzokkal pingálták tele a cincér gipszét. Ha majd leveszi Bagoly doktor, akkor is megtartom emlékbe, jelentette ki Frici. Aztán mind asztalhoz ültek, és az utolsó falatig megettek egy óriási piskóta tekercset.